Az Albafehérvár KC 7. helyen áll a bajnokságban, és a szezon felénél 3 fiatal távozó játékos után 2 rutinos kézilabdázóval fog erősödni. A 2024-25-ös idényben jelentette be Horváth Roland vezetőedző csütörtöki sajtótájékoztatóján. A tréner olyan játékosokat szeretett volna csapatában látni, akik tapasztalatukkal és mentalitásukkal példát tudnak mutatni, valamint tudásukat átadni a fiatalok számára, ezzel is segítve fejlődésüket. Úgy véli, a Dunai várostól érkező 25 éves portugál átlövő Deborah Solange és a Budaörstől visszatérő fehérvári nevelésű jobbszélső Szabó Mayer Krisztina megfelelőek lehetnek ezekre a szerepkörökre. Mindenféleképpen olyan kézlabdázókat kerestünk, akik akarnak fejlődni. Tehát olyat, aki fizikumban is megfelel most már azért a mostani elvárásoknak, és tényleg olyan fiatal játékosokat, akikkel előrébb tudunk lépni. Úgy gondolom, hogy nem volt, vagy nem voltak rossz vagy rossz választások. Aki meg itt volt régen Fehérváron, úgy gondolom, hogy az jó szívvel jön vissza. Január elejétől Szabó Kitti, az Érd és az MTK csapatát is megjáró 24 éves junior világbajnok is az Alba keretét erősíti, aki már 4 meccsen is bizonyíthatott a szurkolók számára. Az irányító elmondása szerint előrelépés lehet a Fehérvár karrierjében. Mivel egy fiatal társaságról van szó, és mivel még én is a fiatal játékosok közé tartozom, így úgy gondoltam, hogy a játék lehetőség szempontjából a lehető legjobb döntés, illetve a vezetőedzőt is ismertem régebbről, hiszen érdemmel dolgoztunk együtt, így tudtam, hogy mire számíthatok. Tehetségesek, ügyesek. A sajtótájékoztatón 2 szerződés hosszabbítást is bejelentett a kékfehér alakulat. A szintén saját nevelésű átlövő Utasi Linda 1 évre, az ukrán irányító Tamaraz Patián további 2 évre írt alá városunk női kézilabda csapatához. Az Albának még 13 meccse van a 2023-24-es szezonban. Legközelebb a Bajnokok Ligája csoportköréből továbbjutó DVSC csapata ellen lépnek pályára Debrecenben.